Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is adásunk tartalmának rövid összefoglalóját. A Kossuth tér első látványterveit nézte át a képviselőtestület Tamásiban. Három együttes felváltva húzta a talpalávalót a Tamási út zenészbálban. Új kiállítás nyílt a Kindl Kupola galériában. Tamási város díszpolgárára Kaszász Dezső tanár úrra emlékezünk. Hatalmas gesztenyefák és nap mint nap rengeteg autó. A helyszín, amit leírtam ezzel a néhány gondolattal, az Tamási, méghozzá a város történelmi főtere, a Kossuth tér, amelynek újragondolását a gyalogosok védelme és a polgármesteri hivatal külső homlokzatának átalakítása is indokoltá teszi. A település képviselő testülete legutóbbi ülése alkalmával a tervezőkkel egyeztetett a teret érintő változásokkal kapcsolatban. Parkoló autók sokasága jellemzi jelen pillanatban a Tamási Kossuth teret. A város képviselő testülete ezen a helyzeten szeretne változtatni, annak a szempontnak a szem előtt tartásával, hogy parkoló és zöld felületet ne veszítsen a városnak ez a része. A tér tervázlatai elkészültek, ezt tanulmányozták át a legutóbbi testületi ülésen a képviselők, tudtuk meg a település polgármesterétől. A legfontosabb napirend talán a város központjának, a Kossuth térnek a felújítása, pontosan a tervezés elkezdődött, és az első tervázlatokat, tervkoncepciót egyeztette a tervezőkkel a pénzügyi és városfejlesztési bizottság, illetve a képviselőtestület. Elé is kerültek ezek a egyelőre még csak tervkoncepciók. A tervezőiroda munkatársai azt várták, hogy a különböző elkészített variációk közül melyik az, ami kiválaszt a bizottság, illetve a képviselőtestület, és amelyik nyomon a tervezés elindulhat a következő hetekben, hónapokban. A Kossuth tér rendkívül fontos a tamásiaknak, hisz a város történelmi főtere. Utoljára a 90-es évek végén került felújításra, legalábbis részben, akkor elkészült a Vürc iskola fele menő sétány, illetve a gesztenyés sor alakult át részben parkolóvá. Most sokkal komplexebb felújításban gondolkodunk. Megváltozott a világ, megnőtt az autóforgalom. Ugye a Vürc iskola két régi tamási iskola egyesülésével jött létre, tehát jóval több gyerek vonul át naponta reggel és délutánonként ezen a téren, és egyébként is a városközpont környékén található hivatalok munkahelyek miatt megnövekedett ennek a térnek az autós és gyalogos forgalma, amit mindenképpen célszerű rendezni. Az átalakítást a gyalogos forgalom biztonságossá tétele mellett a városháza felújítása is indokolja, ugyanis a tervek szerint a polgármesteri hivatal homlokzata is változik majd az épület felújításakor. Az eddigi főbejáratot szeretnénk áthelyezni a Kossuth térre. Tehát a Kossuth térre fog nyílni, ez nyilván a térnek a szerkezetét is átalakítja. A térnek a 65-ös út Szabadság utca fele eső részén megszűnnének a parkolók. A gesztenyesor felelő részen nem, sőt új parkolók kerülnének ott kialakításra. Összességében parkolószámot és zöld felületet sem szeretnénk veszíteni, vagy csak minimálisan. Tehát mind a gesztenyesor, mind pedig a platánsor, amely városunk ékessége, az természetesen hiánytalanul megmarad, sőt a gesztenyesor alatti részen egy szélesebb sétányt is szeretnénk kialakítani a posta, illetve az evangélikus templom irányába. Egyfajta közösségi térhangulata is lesz a tér Szabadság utca felüli részének, ez a városház előtti épületrészre és a záróház előtti területre is igaz lesz, tehát egy picit a régi történelmi hangulatot, a polgári hangulatát szeretnénk visszahozni ennek a térnek, amellett, hogy mondjuk az Ebro áthelyezésével, a 65-ös úton található gyalogás kellő hely áthelyezésével a közlekedést is szeretnénk biztonságosabbá tenni. A testületi ülés alkalmával a képviselők átnézték a tervezőkkel közösen a terveket, és jelezték számukra a módosítási ötleteiket. Az alapvető itinereket megadtuk a tervezőknek,
Úgyhogy a végleges tervek fognak majd visszatérni a bizottságok és a testület elé. Ezen már akkor kevesebbet tudunk változtatni, de mi nyilván lehet. Nyilván szeretnénk a nyilvánosság előtt is ezt megfuttatni, nyilvánossá tenni, és az engedélyezési eljárást követően abban bízom, hogy az év végére, jövő év elejére engedélyes terveink, és remélhetőleg forrásaink is lesznek a Kossuth tér felújítására. Több együttes közreműködésével szerveztek zenészbált Tamásiban, ahol az érdeklődők megtöltötték azt a rendezvénytermet, ahol a zenekarok felváltva gondoskodtak a jó hangulatról. Hasonló bál már volt a korábbi évek folyamán is, most új szervezőkkel, hagyományteremtő céllal került megrendezésre a nagy érdeklődésre számottevő esemény. Hajnalig tartó tánc jellemezte azt a mulatságot, amely három zenekar összefogása mentén valósult meg Tamásiban. A rendezvénytermet megtöltötték a mulatni vágyó helyiek és környékbeliek. Az egymás közötti versengés nem visz előre, erre már rég rájöttek a bálok, esküvők jó hangulatáról gondoskodó zenészek. Volt már korábban Tamásiban, ha jól emlékszem, jól tudom, 90-es évek elején, és igazából az ötlet onnan jött, többször zenéltünk már itt, nagyon jó helyszín, én azt gondolom. Mivel elég nagy is, több zenekar is elfér, ezért az ötlet már régóta kipattant a fejemben, és a Sprint Live Music zenekarnak a vezetője Peck Tibor fejében is megmozdult ez a dolog, és egy beszélgetés során kiderült, hogy ő is gondolt már erre, úgyhogy ilyenkor tudunk összejönni. Egész évben nem tudunk találkozni, nem tudunk beszélgetni sem, úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom erre, én azt gondolom. Mondhatnánk azt is, hogy legtöbben azt gondolják, hogy mi rivalizálunk, de szerintem ez már régi történet. Nem, itt én úgy gondolom, hogy az a legjobb, ha mindannyian összefogunk, összetartunk. Ha valakinek nincs szabad időpontja, akkor átadja a másik zenekarnak. És talán ez a hosszú távú gondolkodás, talán ez fog előre vezetni. A rövid köszöntő után az esti mulatságot az 1988-ban alakult Tamási kötődésű zenekar nézte. Több tagcsere volt az évek során, és hát most Nikai Csabi barátommal úgy döntöttünk, hogy egy ilyen zenész találkozó, zenészbát rendezünk itt Tamásiban. Szerencsére igazából az emberek az ötletet nagyon jónak tartották, ez azt bizonyítja, hogy közel 400 belépőt eladtunk két hét alatt, és hát reméljük a ma este nagyon jó hangulatban fog eltelni. 90-es években még a Zomnia zenekar, hobbi zenekarral szintén rendeztünk ilyen zenészbát, aztán nagyon sok év kimaradt, és most nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal vagyunk ma este jelen. Hát mindenképpen szeretnénk január végén, mivel a zenekaroknak ez egy kicsit úgymond ilyen holt idő, és mindenképpen szeretnénk ezt jövőre is, és nagyon sok évig megőrizni ezt a szép hagyományt, hogyha sikerül. Reméljük, hogy lesz rá igény. Az eladott jegyek száma pedig már idén is visszajelzésként szolgált arra, hogy van igénye a mulatni vágyoknak, az e fajta rendezvényre. A zenekarok egyeztettek egymással, hogy ki milyen talpalávalót húz majd az este folyamán. Megbeszéltük ezeket is, kisorsoltuk, ki kezdjen, ki legyen a színpadon, mivel színpad csak egy van, a színpad előtt is két zenekar van, de ezt tényleg 50-50 alapon kisorsoltuk, és hát ezt el tudtuk így dönteni. A táncteret már az első taktus elhangzása után megtöltötték a bubizni vágyók. Az arcokról leolvasható volt, hogy mindenki maga mögött hagyta a mozgalmas hétköznapokat, és átadta magát a testet megmozgató, lelket feltöltő zenének. Három zenekar van, az első karikában mindenki másfél órát fog játszani, és mindenkinek vegyes az összeállítása, így a számok terén. Ami éppen jönni fog, ki mit gyakorolt be, úgy fogunk az első karikának nekiesni, és a másodikban meg mindenki egy órát fog még játszani majd éjfél után. Mi ugye személy szerint abról jöttünk, mint a Diósi zenekar, itt azért sokkal nagyobb az érdeklődés, mint nálunk Tabon. Ott csak egy 200 személyes termet tudtunk megtölteni, de hát itt azért teljesen más lesz a nézőközönségnek a száma. A Covid után ugye mindenki szépen befordult saját magába, a kis szűk körébe, hát próbálnánk ezzel megint kinyitni az emberek, hogy el kell menni szórakozni egy kicsit, és csak-csak nyíljanak meg a világ fele. Most már egyre jobban nyílnak a fiatalok is a báli zene iránt, szóval ez ilyen 14 évesektől felfele, most már mindenkit lehet üdvözölni a körökbe, hál' Istennek. Örömmel üdvözölték egymást az ismerősök, akik kisebb-nagyobb asztaltársaságokkal töltötték meg a termet. A Tamási város polgármestere is szívesen vesz részt a
táncos mulatságokon. Nagyon örülök neki, hogy ismét van zenész Bál Tamásiba. Ennek régi hagyománya van a városban. Most más szervezésben Pek Tibor vállalkozó nevét mindenképpen meg kell említeni, és meg kell köszönni neki ezt a remek kezdeményezést. Azt gondolom, ez egy igazi társadalmi esemény itt Tamásiban. Hát nem is tudom, itt a Covid óta ekkora bál, 400 fős bál nem volt Tamásiban. Én nagyon örülök a szervezésnek, az, hogy ilyen sokan vannak, nem csak tamásiak, hanem tamási környéki településekről is nagyon sokan jöttek. Párommal igyekszünk jó néhány bálon részt venni, és mindezt jókedvel tesszük, mert nagyon szeretünk táncolni. Egyáltalán nem korhoz kötött itt. Most körülnézek itt a 20-as évek generációjától egészen a nyugdíjas korosztályig. Minden generációt megtalálok, és azt gondolom egyik sincsen túlsúlyban. Tehát bálok voltak, bálok vannak, és bálok lesznek. Ez egy igazi magyar hagyomány, amit nekünk ápolni kell, és örülök annak, hogy a városban több intézmény, civil szervezet, vagy éppen a vállalkozói szféra több bált is szervez, és szinte nincs olyan hétvége Tamásiban, amikor egy-egy jó bál nincs a városban. Akindul Kupola galériát időről időre, újabb tárlatokkal töltik meg a szervezők ezúttal, helyi alkotó festményei díszelegnek a galéria falain. Tótné Szalai Ágnes alkotásaiban egészen március 4-ig gyönyörködhetnek az érdeklődők. A tájképekben és utca részletekben elmerengve kikapcsolhatjuk agyunkat egy megterhelő nap után. Tótné Szalai Ágnes festő alkotó munkái díszítik a Kindl Kupola galéria falait. A tehetségét és a technikák elsajátítását már gyerekkorában elkezdte a nyugdíjas éveit töltő pedagógus. Édesanyám nagyon szeretett rajzolgatni, és erdész csemete lévén kinéltünk az erdőbe, és hát hosszú téli estéken anyu tanítgatott bennünket rajzolgatni, meg megjeleníteni mindazt, ami körülvesz bennünket, a természet szépségeit észrevetetni velünk, és mint pedagógus, hát nagyon sok hasznát vettem ennek, mert a nehezen megérthető ismereteket a gyerekeknek rajzzal segítettem megérteni. Például verseket kimondottan rajzzal oldottuk meg, úgy tanultuk, és később már, mikor ők rájöttek erre általunk kialakított rendszerre, akkor ők mondták mindig egy-egy sorra, hogy mit rajzoljunk le. Itt pillanatok alatt meg tudtunk egy-egy verset tanulni. A festés mint olyan eleinte azokon az alkotásokon elevenedett meg, amelyeket diákjainak készített, ezekkel a kis kártyákkal jutalmazta elsőseit. Mikor a fiaim elkerültek hazulról egyetemre, főiskolára, akkor jutott több időm, hogy ezt a hobbimat egy kicsit építgessem, vagy fejleszem, és attól kezdve jártam művészekhez, ilyen táborokba, művészeti vezetővel, és minden ismeretet, segítséget igyekeztem hát beépíteni az addigi ismereteimbe, és hát így kezdődött, aztán tagja lettem különböző egyesületeknek, a Bárka Szalonnak, meg Somogy megyébe, Kaposváron, a Pannon Art Line-nak, de aztán, ahol megismerkedtem a festőkkel, így most már több mint 20 éve van egy olyan baráti alkotókör, akikkel rendszeresen táborokban együtt vagyunk, és Tamásiban most 4. éve vagy 5. éve én szervezem a Tamásiba az alkotótábort, a gimnáziumban vagyunk elszállásolva, a kollégiumban, és nagyon várjuk mindig a találkozást, és ez egy kicsit úgy a mindennapi monotonságból úgy ki mozdítja az embert. A festés a mai napig jelen van az alkotó életében, aki már mások álmait is vászonra viszi. Arra már nincs ambícióm, hogy kitörjek. Ami úgy bennem van, azt csinálgatom, és hát remélem azért ezzel is örömet szerzek a környezetemnek. Elsősorban a természet ihletésű képeket szeretem, miért ott nőttem fel, de
Hát mediterrán jellegű képeket is festek, mások emlékeit, meg kéréseit is szívesen hát megfestem. Meg hát amerre járunk táborokba, azoknak a falvaknak vagy helységeknek a jellegzetes épületeit. Ez általában templom. Már sokan rám is akasztották ezt a jelzőt, hogy a templom festő. Az alkotói munka helyszíne lehet egy szoba, de kint a természetben is örömmel ragad ecsetet a festőnő, hogy megörökítse a körülötte rejlő csodákat. Ha táborban vagyunk, és olyan idő van, akkor természetesen kint plenerbe festünk. Hát, hogyha olyan, hogy ilyen egyéb mediterrán jellegű vagy valami, az általában képről. Tulajdonképpen most már olyat vállalok csak, vagy olyat festek, amit esetleg megrendelnek, mert egy szép emlék valakinek, vagy egy olyan jellegzetes hely, ahol járt. Mert én úgy érzem, hogy így a környezetemben már mind kifestettem magamból, amit lehetett. A Kínul Kupola Galéria tárlatát körbejárva sok ismerős utcarészlet tájkép köszön vissza a látogatóra. Elsősorban tamási jellegű festményeket, és a környezetemben a Pincehely, Pálfa, Ozora, Regöly, Szakály, Koppányszántó, Dég, Réti Major, amerre jártunk, ott mindenhol valamit megjelenítettem. A visszajelzés mindenki számára fontos, nincsenek ezzel másként a festők sem. Egy-egy kiállítás után sok kedves szó jut el hozzájuk. Hegedűs Gyula írt egy kiállításom után egy nagyon megható szép verset rólam, amit őrzök, és eltettem emlékül. A kiállítás megtekintése pedig a tárlatlátogatónak nyújthat egy maradandó emléket, amelyre március 4-ig nyílik lehetőség a Tamási Kínul Kupola Galériában. A következő percekben pedig egy olyan emberre emlékezünk, akit nem csak a tamásiak ismertek, hiszen szakmájából kifolyólag sokakkal került kapcsolatba. Az az igazi pedagógus, aki akkor is ott van, ha személyesen már nincs jelen. Többek között ezzel a Beher Iván idézettel emlékeztek Kaszás Dezső tanárúrra, aki egy olyan pedagógus volt, akire mind a diákok, mind a pedagógus társai támaszkodhattak. Az örökvidám, szerteágazó tudással rendelkező Dezső bácsi Tamási város díszpolgára volt. Minden iskolának vannak legendás tanárai. Az igazán kiemelkedőek még életükben azzá válnak, ők azok, akik évtizedekre rányomják bélyegüket egy középiskolára, s akik sohasem halnak meg, mert tanítványaik örök életűvé teszik őket, hiszen tovább viszik azt az emberi mintát, szakmai igényességet, amelyet tanítványként megtapasztaltak. Többek között ezekkel a gondolatokkal emlékezett meg közösségi oldalán a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium egykori pedagógusáról, a nemrégiben elhunyt Kaszás Dezső tanárúrról. Az egykori tanítvány, majd későbbi pályatárs Kuruc Géza is kedves emlékeket őriz róla. A jelenlétével tanított. Nem sokat beszél, legalábbis matematikából nem volt ez annyira fontos dolog. A lényével, azzal, hogy volt, azzal tanított bennünket. Hát természetesen, mint matematika tanár, ismerem a legjobban, nagyon, nagyon jó, szigorú tanár volt. Én magam részéről a pályámat részben neki köszönhetem, tehát az ő inspirálására, nem kizárólag, de az ő inspirálására is jutottam erre a pályára, és hát nagyon, nagyon sok mindent tanultam tőle, mint tanár is, kapcsolatba kerültünk aztán később, úgyhogy innen a hosszú ismerettség. Kaszás Dezső, amellett, hogy Tamási város díszpolgára címet kapott, sokoldalú munkásságáért megkapta a megye kiváló közalkalmazottja díjat, a Mikola díjat, Erikson díjjal és két alkalommal kiváló munkájáért kitüntető jelvénnyel is elismerték tevékenységét. Tagja volt az Eötvös Loránd fizikai társulatnak, a Magyar Nukleáris Társaság elnökségének, és a Szilárd Leó Fizika Verseny Országos Versenybizottságának is. Nagyon, nagyon sokoldalú ember volt, sportoló, lovagolt, síjelt, hát nagyon sok rétű kosárlabdázott, tehát nagyon sok rétű munkát végzett, és hát
a fő szabadidős tevékenysége a diákokkal kapcsolatban az a kirándulás és a túrázás volt. Kaszás Dezső 1955 óta dolgozott a Béri Balog Ádám gimnáziumban, ahol köztiszteletnek örvendett kollégái és diákjai körében város és megyeszerte, de a fizika tanárok körében országosan is. Munkatársai mindig is csodálták munkabírását, életvidámságát, az új dolgok iránti fogékonyságát. Ez a megemlékezés már Tamási Város honlapján olvasható. 36 éve, 1987-ben nukleáris tanári diplomát szerzett, 1993-ban az egész középiskolai tananyagot átfogó előadás sorozatot tartott kísérleti fizikából, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel meg kellett ismételnie. Kísérletei fogalommá váltak. Egyetemre, főiskolára került tanítványai csak ritkán találkoztak olyan kísérlettel, amit ne láthattak volna az ő óráin. 2021-ben vas diplomát vehetett át. A diákok mellett kollégái is valóban kedvelték, ahogy mesélik, a fizika szertár makulátlan volt az ő idejében. A fizika órákon megértette a diákokkal, hogy az ékszer az veszélyes dolog. Emlékezik vissza az egykori munkatárs Kurucz Gézáné Hilonka. Ő nagyon sok időt töltött ott, állandóan bütykölt, valamit készített, eszközöket szerkesztett, és nagyon-nagyon benne volt a fizikában, a fizika tanításban. Nagyon előzékeny, udvarias a lányokat és a kolléganőket magázta, mindig jókedélyű volt. Jó volt vele beszélgetni is, meg hát dolgozni is. Kaszás Dezsőt az 1956-os forradalom hőseként is ismerhették, aki a rendszerváltozást követően önkormányzati képviselőként, majd azt követően aktív lokálpatriótaként meghatározó személyisége volt Tamási Város közéletének. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!